Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, Önök a fogadóórát, a rendkívüli fogadóórát látják ma. Ugye elindult az országgyűlési választási kampány február 17-én, és a kampánygépezet, azt hiszem mondhatom azt, hogy magas sebességi fokozatba kapcsolt minden pártnál. Most csak úgy kiemelve, mazsolázva ebből, 18-án Orbán Viktor miniszterelnök úr a Várkert bazárban évérték előtt tartott. Utána a hírek arról szóltak, hogy miniszterelnök úr Bulgáriában, Szófiában járt az osztrák kancellárral, és mivel az Európai Unió tanácsának soros elnökségét Bulgária vette át, ezért felkeresték az osztrák kancellárra a bulgár miniszterelnököt, többek között migrációs kérdésekről is tárgyaltak. De ebbe a sorba most Budapest, Szófia, beillesztjük Egert, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök urat köszönhetjük itt a stúdióban a rendkívüli fogadóra. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Úgy látom, a kampánystáb az elnököt sem kíméli, bele a közepébe, akár nemzetközi, akár magyarországi, akár helyi téma, menni kell. A kampány azt jelenti, hogy meló van, meg el kell kezdeni körbejárni az országot, föl kell keresni minél több ember, beszélni kell minél több választópolgárral, el kell jönni minél több helyi tévéstúdióba, látnom kell a polgármestereket. Én a mai nappal lényegében megindultam, és azt gondoltam, hogy keresve sem találhatnék jobb helyet, mint hogy Egerben kezdjem a 2018-as kampányt. Na és milyen kampányra számít? Sok minden elhangzott egyrészt az évértékelőben is, de egy picit próbáljuk ezt a dolgot levetíteni így helyi szintre is. Hát nézze, természetesen a kampánynak mindig van egy lögdösődéses jellege, kokik, sallerek, pofonok leleesnek, de nem szabad, hogy ez megtéveszem bennünket, mert ez nem a lényege a választásnak. Ugye én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik 21 néhány éves volt, amikor életében először választhatott. Igen. És másról sem beszéltek a szülők, meg a nagyszülők, mint hogy egyszer majd vége lesz a kommunizmusnak, hazamennek szépen a szovjetek, és akkor megint mi fogjuk eldönteni, hogy Magyarországgal mi történjen. Tehát a választás az én generációm számára továbbra is elsősorban ünnep. Tehát akármi is történik, akármilyen alantas dolgok is csúsznak be, a lényeg, hogy mégiscsak ünnepeljük meg együtt közösen azt, hogy egy olyan világban élhetünk, ahol a magyarok el fogják dönteni, hogy mi történjen Magyarországgal. És a közös döntésnek van egy szépsége. Ha jól csináljuk, akkor lesz egy derűje is ennek a kampánynak. Én szeretném, ha a humor se hiányozna belőle, maradna önirónia. Tehát valami könnyedség is kell dacára annak, hogy a választás tétje, mint minden választás egyébként, komoly dolog, és a tét is komoly. Különösképpen most így van ez, tekintettel arra, hogy mind Magyarország, mind Európa történetének egy izgalmas és fontos elágazásához, csomópontjához érkeztünk, hiszen jól látható, hogy Európa egy tekintélyes része egyre inkább bevándorló országgá válik, a migránsok ostromolják egész Európát, és az a kérdés, hogy ki tudunk-e ebből mi maradni, meg tudjuk-e őrizni a kultúránkat, a keresztény kultúránkat, a magyar kultúránkat, az életformát, az életmódot, ahogy mi élünk, azt a jövőt, amire egyébként megdolgoztunk, és szerintem szép kilátásokkal kecsegtet. Szóval mindezt meg tudjuk-e tartani, vagy mi is azon országok közé fogunk tartozni, amely a jövő helyett inkább a jelen gondjaival és a migrációval fog küszködni, meglehetősen csekély eséllyel. Én azt szeretném, hogyha Magyarország nem válna bevándorló országgá, és a választások tétje ez. Nem akarok senkit riogatni, de néha eljátszva a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha 2014-ben mondjuk nem a Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt alakít kormányt, hanem mondjuk a baloldali pártok, mondjuk az MSZP, esetleg a Jobbikkal, hogy valami izgalmat is vigyünk ebbe a gondolatba, akkor mi lett volna Magyarországgal? Természetesen nem lenne kerítés. Magyarországon még mindig kibejárkálnának 100 000-vel a migránsok. Ez maradna a balkáni beáramlási útvonal. Magyarországon nem bezártuk volna menekültáborokat, hanem migráns táborokkal lennénk tele. Úgy néznék ki, mint számos nyugat-európai ország. Terrorcselekmények lettünk volna áldozatai. Oda lenne a közbiztonság. És ez csak, hogy ez nem következett be, ez csak azon múlott, hogy 2014-ben a magyarok nem az ellenzéki pártoknak, hanem a kereszténydemokratáknak és a Fidesznek adták oda a bizalmukat. Szerintem a helyzet egyre komolyabb, nemhogy nem változott, hanem inkább komolyabbá vált, ezért jól meg kell gondolni, hogy hova is adjuk a voksunkat majd a választás napján. És egri szempontból, illetve Heves megyei szempontból nézve a dolgot, mit láthat az, aki Egerből nézi ezt az egész dolgot,
Teljesen más Szegeden. Én is voltam Szegeden. Egerből nézi, de Dobóvárának az árnyékából azért az egri vár falai alól azért lehet érteni a világot. A mai világot is lehet érteni. Vannak analógiák. Igen. Hát én azt tudom mondani, hogy aláírtam egy megállapodást ezelőtt 3 évvel itt Egerben az önök polgármesterével, aki egyébként régi harcostársam, Habics László úrral, akinek csak köszönettel tartozhatok, hiszen volt parlamenti képviselőnk is. Igen. Ráadásul nehéz időkben, 2010 után, amikor az országot hát gatyába kellett rázni, mert a szétesés és a pénzügyi csőd szélén egyensúlyozott, és a László nagyon sokat segített nekem akkor abban, hogy az új alkotmány meglegyen, a gazdasági törvények megszülessenek, és meg is védett számos kormányzati kezdeményezést. Szóval beleírtam alá én egy megállapodást 3 évvel ezelőtt a Modern Városok program keretében. Ma jártam nála a polgármesteri hivatalba, át is néztük, hogy hol tartunk, és azt kell mondanom, hogy haladunk ezzel. Fontos megemlíteni, hogy egri szempontból Nyitrai Zsolt a mi jelöltünk. Örülök annak, hogy egy nap alatt, talán az országban az elsők között, ahogy néztem, összegyűjtötte a szükséges aláírásokat, úgyhogy ő lényegében már képviselőjelölt. Ez egy szép teljesítmény. És hát ugyan Habis Lászlót lengi körül a dicsfény a Modern Városok programjának fejlesztésé miatt, és ezt nincs okunk, hogy irigyeljük tőle, de az igazság az, hogy Nyitrai Zsolt nélkül nem jöttek volna létre ezek a megállapodások, mert ő konzekvensen, ha az ajtón tessékeltem ki, akkor az ablakon jött vissza, de addig járt mindig hozzá, amíg ennek a megállapodásnak a tartalma egyre gazdagabb nem lett. Jól emlékszem például az M25-ös, amit egy fontos ügy. Arra is emlékszem, hogy 2002-ben, amikor elvesztettük egyébként a választást, akkor Medgyessy Péter lett a miniszterelnök, és akkor megígérte, hogy ahogy ő hivatalba lépi, azonnal megkezdi ennek az építését. Tehát ez sok ilyen volt. Legendális, hosszú története van ennek az autóútnak. Ezt most a Nyitrai Zsolt féle akcióknak köszönhetjük, mert ő addig járt a miniszterelnökségre, amíg végül meg nem győzött bennünket. 60 milliárd forint nem kevés pénz, hogy érdemes ezt megcsinálni, és ezt bele is vágtunk, láthatják is talán az építkezéseket. Azok megindultak, ezek meg is fognak történni. Hallom, hogy vannak javaslatok, ilyen jobbikos ötletek, hogy állítsák le, tervezzék át. Én ezt nem javaslom. Általában azt javaslom, hogy semmit se hagyjunk félbe, hanem mindent vigyünk végig és fejezzük be. Az M25-ös is végre érkezzen meg ide Eger városába, és a mai napon a polgármester úr és Nyitrai Zsolt együttes erővel kivették belőlem azt az ígéretet is, hogy ha választásokon Fideszes KDNP-s győzelem van, akkor és ideér a négysávos út, akkor a város körüli elkerülőt is meg fogjuk építeni. Úgyhogy ezt itt a nyilvánosság előtt is megismételhetem, hogy egy életünk, egy halálunk, de ha választópolgárok lehetőséget adnak rá, akkor ezt meg fogjuk építeni. Itt, ha a Fidesszel kapcsolatban egy hívószó bejön az ember számára, nekem például az összefogás, itt amit említett is, polgármester úr és a képviselő. Hát nézze, természetesen... Ezt az országban mindenki. Igen, de én nem akarom azzal a teherrel sújtani a választópolgárokat, hogy azt mondjam, hogy csak kormánypárti képviselővel működhet jól egy város. Ez nincs így, de kétségkívül sokkal könnyebben működik. Tehát ha van egy kipróbált, az emberek bizalmát élvező polgármester, és van egy kormánypárti képviselő, és van egy kormány, amelyiknek fontos Eger városa meg az itt élők, akkor abból csodákat lehet kihozni. Én nem akarok nagy szavakat használni, de az ipari fejlesztéseket is nézem, mert Habis László úr, aki közgazdász eredeti szakmáját tekintve, mindig mondta nekem, hogy szép dolog a turizmus, meg a kultúra, ezek mind fontos dolgok, de előbb-utóbb komoly ipart is kell több lábon Egerbe telepíteni, és ezért is győzött meg arról, hogy ipari parkot kell itt csinálni, a kormány ezt támogatta, területeket adtunk és adunk át a jövőben is. Itt olyan ipari beruházások történnek, amelyek soha korábban Eger történetében nem voltak. Itt hamarosan 700 új munkahelyet eredményező beruházás fejeződik be hatalmas ipari csarnokkal. Szóval szerintem van előny egy egri polgár nézőpontjából abban a leosztásban, hogyha a miniszterelnök, a polgármester és a parlamenti képviselő összetart és egy irányba húz. Nem tudom, így az országjárás során korábban is mennyire tapasztalta azt, hogy a helyiek egy kicsit mindig másképp látják az eredményeket. Ugye a évértékelőben is benne volt, hogy igen, elkészül, működni fog. Hát mert az emberek normálisan gondolkodnak. Ugye mi, akik a döntéseket hozzuk, mi abban gondolkodunk, hogy az, ami már megtörtént. És az emberek egyébként ezt nem tagadják el, hát nézze, ugye nem a kormány építi az országot, megvan persze a maga szerepe, de az emberek építik az országot. Tehát bármerre járok, én azt látom,
az emberek rendezik a portájukat és csinosítják a házakat. Azért épül és szépül az ország, mert az emberek úgy érzik, hogy ennek van értelme. Nem elhagyják magukat, hanem rendet tartanak maguk körül, és előre akarnak jutni, mindenki tenni akar egy-egy lépést előre. Szóval én megértem az embereket, mert akármilyen eredmény is van, abban a pillanatban az már múlt idő. Igaz. Őket ma az érdekli, hogy és mi lesz holnap. És egyébként is lehet, hogy ez jó, de lehetne még jobb. Tehát a magyar ember így gondolkodik, ezt nekünk vezetőknek nem szabad hálátlanságként értelmezni. Az emberek pontosan tudják, hogy minek mi a súlya, de mindig többre, többre és többre akarnak jutni. És ez helyes, szerintem Magyarország, nem minden országban van így. Igen. Ez a magyar karakternek egy sajátossága, és bennünket ez előre visz, ez hajt bennünket, ebből lesz a teljesítmény. Tehát az emberek elégedetlenségét azt inkább ügyesen kell csatornázni, mint egy be kell fogni a vitorlába, hogy vigye előre az ország hajóját. Nem pedig hálátlanságot látni benne, mert hát aki fél, az nem menjen az erdőbe, az a vezető, aki nem készült föl arra, hogy a jó döntéseit nem fogják egyöntetűen és egyhangon elismerni, hát az válaszol egy másik szakmát, ez egy ilyen munka. Itt az a fontos, amikor az emberek leülnek, nyugodtan beszélgetni, akkor azt mondják, hogy de mégiscsak előrébb vagyunk egy lépéssel, mégiscsak másképp néz ki a városunk, mégiscsak megtörtént valami, amire nem is gondoltunk korábban, hogy valaha is megtörténhet, és szerintem egyre több ilyen történet van Magyarországon. Igen. Tehát bárki, aki az országban jár, kell, városokban lehet látni fejlesztések, ez így van. Egerben nem hagyhatjuk ki a várat. Nehéz ügy. A pontos számot talán nehéz felidézni, több mint 6 milliárd forint. Az, amit a Modern Városok programjában már erre a célra megszavaztunk. És alakul is. Azt is látom, hogy időnként ilyen műemlékes viták vannak, hogy akkor mit lehet, mit nem lehet. Én azért az országos műemlékvédelmeseket mindig arra szoktam figyelmeztetni, hogy azért ez még igaz, hogy a vár Egerben van, de a vár az országé, meg a nemzeté, mert az egri vár az mindannyiunké, Dobóistán mindannyiunké, Hegedűs leckéje mindannyiunk leckéje. Mindenki ismeri. Tehát ezt mi mindannyian tudjuk. Az egri nők azok mindannyiunk közös történetéhez tartoznak, de mégis azért a vár Egerben van. És az emberek, akik Egerben élnek, kell, hogy döntő befolyással rendelkezzenek az ügyben, hogy mi történjen ezzel a várral. És ez nagyon fontos, hogy ki a polgármester és ki a parlamenti képviselő, aki egyébként ezeket a vitákat végül nyugvópontra juttatja, és aki segít a kormánynak abban, hogy rá tudjuk ütni a pecsétet, hogy akkor ez lesz és így lesz. De én szeretném megnyugtatni az egrieket, hogy itt csak úgy lesz rendbehozva a vár, itt azt úgy akarjuk megcsinálni, hogy az egriek arra továbbra is büszkék lehessenek és sajátjuknak érezzék, és olyan legyen, amilyennek ők szeretnék. És most meg is állapodtam Nyitrai Zsolttal és a polgármester úrral, hogy további forrásokat fogunk mozgósítani, és egy nagyszabású, az eddigit is fölülmúló rekonstrukciós programokat fogunk megindítani, úgy, ahogyan az egriek azt szeretnék. És az egriek egyik szívecsücske, úszó- és vízilabda sport. Hát igen, Nemzeti úszó- és vízilabda központi Tegerben. Az egrieknek olyan szívük van, hogy több csücske is van, mert emlékszem korábbi időkben mindig az volt az elsődleges téma, hogy hogyan mentsük meg a kórházat. Igen, az a kórházat végül sikerült megmenteni. Utána emlékszem, az volt az elsődleges téma, hogy az utak meg a járdák szörnyű állapotban vannak, adjunk arra pénzt. Most ez vagy 1 milliárd forintot sikerült erre kiszorítani az ország költségvetéséből, és úgy látom, hogy igen, rendeződő félben vannak az ügyek. És aztán ugye Eger az vizek városa is. Ugye akkor források, vizek, uszodák, ahhoz kapcsolódó szálláshelyek, uszodafelújítás. És megmondom őszintén, ezeket fontos beruházásnak tartom, mert ugyan a munkahely az elsődleges, meg az ipari beruházások, de ha nincs egy életmódunk, ahogyan szeretünk élni, akkor a munkánknak is kevesebb, vagy talán semmi értelme sem marad. Úgyhogy a munka mellett szükség van közösségi élményekre, helyekre, ahol elmehetünk együtt, elvihetjük a gyereket, ahol sportoltathatjuk. Úgyhogy mi nem sajnáljuk a forrásokat arra a célra, hogy itt minden megépüljön úgy, ahogy az egriek szeretnék, és nagyon komoly úszó- és vízilabda akadémia jön majd létre. A terveket régóta nézegetjük, stílusviták mindig vannak, ez másodlagos, de a lényeg, hogy az építkezés halad, és a terveknek megfelelően be is fog majd fejeződni. Tehát összességében én úgy látom, hogy még egyszer mondom, hogy kerülni szeretném a nagy szavakat, de Eger városa egy olyan fejlődésen megy keresztül, hogyha azt mind végig tudjuk csinálni és végig tudjuk vinni, akkor ez egy komoly korszaka lesz, egy komoly fejlődő, építő, gyarapodó korszaka lesz majd Eger városának. De alá kell húznom, mert választási kampányban vagyunk újra és újra, hogy hiába építjük meg az uszodát, meg a vízi akadémiát, hiába hozzuk rendbe a várat, hiába vannak négysávos autóútjaink, hiába van ipari fejlődés Egerbe.
ha nem tudjuk megvédeni az országot, ha bevándorló országá fognak bennünket tenni, ha engedünk az Európai Unió nyomásának, ha elfogadjuk az ENSZ mindenfajta ostoba javaslatait, és engedünk, és meghátrálunk, és olyanokat ültetünk a kormányzati pozíciókba, akik egyébként le fogják bontani a kerítést, és beengedik a bevándorlókat, akkor hiába fejlesztjük ezt az országot, mert nem fogunk jutni egyről a kettőre. Sőt, visszafele fogunk menni. Hogy óvjuk meg Magyarországot attól, hogy bevándorló országgá váljon. Ez a tétje a választásnak, és arra kérem az EGRI választókat, hogy fontolják meg ezeket a szavakat. Végezetül még egy rövid kérdés. Mikor volt utoljára miniszterelnök úr nyugodtan Egerbe? Amikor úgy végig lehetett menni, nézelődni. Hát egyszer valahogy erre jártam, és bementem a dobos cukrászdába, és akkor ott volt egy nyugodt negyed órám, de aztán fölismertek, és annak vége lett. Tehát az én életem az nem olyan egyszerű, bár vannak barátaim egyébként Egerben, családi barátaim, sőt megmondom őszintén, van egy lengyel barátom is itt, Pavel, aki itt a minoritáknál szolgál. Igen. Akit én nagyon-nagyon régen ismerek, még lengyelországi kalandozásaim idejéből, úgyhogy igyekszem is őt segíteni, és biztos meg is fogom majd látogatni. Ma is meglátogattam volna, csak éppen Budapesten van, ezért ez az utolsó fél órája mai látogatásomnak sem lesz nyugodalmas, nem tudok nála leülni egy kávéra, hanem most innen majd fölállok, elindulok, és beszélek az aktivistáinkkal, és magam is megyek, és Nyitrai Zsolt számára aláírásokat fogok gyűjteni itt a környéken. Hát benne a városban. Benne a városban. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, jó munkát, kitartást a munkához. Akár külföldön, itthon. Köszönöm. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a rendkívüli fogadóra. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.